Köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Reaktor Podcast mai adásának vendége, Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál Innovációs Ügynökség vezetője, a Brain Bar jövő fesztivál alapítója, a Datapolis társalapítója és a MOME kuratóriumi elnöke. Remélem nem hagytam ki semmit, én Fazekas csilla vagyok, kérdezőtársam pedig Pap Ferenc. Én is köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm Böszörményi Nagy Gergelyt. Köszönöm szépen a meghívást. Korábbi adásainkban gyakran felmerül az, hogy kevés a fiatal vállalkozó Magyarországon. Neked mik a tapasztalataid? Hogyan változott ez az elmúlt 20-30 évben? Kevés a fiatal vállalkozó Magyarországon. Itt egymásra torlódik egy nemzetközi, mondhatjuk egy globális trend, és egy helyi történelmi sajátosság. A globális trend az az, hogy a nagy startup hype ellenére, annak ellenére, hogy rengeteget hallunk e, ilyen típusú cégekről, sikeres fiatal vállalkozókról, magazinokat töltenek meg a jó hangzó sztorik, valójában a, a fejlett világban, és Magyarország ilyen szempontból ide sorolható, Kelet-Európától az Egyesült Államokig értve ezt a regisztert, soha nem volt olyan alacsony a vállalkozásba fogó fiatalok száma. Az elmúlt évtizedekben, a világháború óta, mint most. Ez még Amerikára is igaz, holott ugye Amerikát a startupok otthonaként és az egész 24. századi digitális vállalkozói szellem otthonaként ismerjük, de valójában a világháború után az akkori fiatalok sokkal, sokkal nagyobb arányba fogtak vállalkozásba, így volt ez aztán később, a 70-es, 80-as években is. Azt lehet mondani, hogy a millenniumi generáció, az Y generáció, az valószínűleg a, a folyamatos bizonytalanság érzetokán, amiben a 2008-as válság egy komoly tényezőt jelent. Egészen egyszerűen nem veszi a bátorságot arra, hogy céget alapítson. Rengeteg mindenben nem meri követni a szüleinek a mintáit, még azokban az országokban sem, ahol egyébként a szülők között sok vállalkozót találunk. Sokkal kevésbé akarnak hajlandók hitelt felvenni sokkal kevésbé ambicionálják mondjuk, hogy saját lakást tulajdonoljanak, arra gyűjtsenek. És saját céget is kevesebben alapítanak. Tehát miközben egyébként van egy hype, valóságban van egy nemzetközi trend, ami arról szól, hogy egyre kevesebb fiatal alapít vállalkozást. És a magyar sajátosság az, hogy a magyar történelemből egy ilyen evolúciós tanulás útján egymást követő generációk egymásra örökített Tanulságai tudása, bölcsessége útján nem azt tanultuk meg, hogy érdemes saját céget alapítani, mert mindig jött valaki, aki elvette a cégeinket, a családunk tulajdonát, mindig valamilyen új rendszer lépett a másik helyébe, és az a általános kiszámíthatóság érzet, ami talán sok esetben a vállalkozói szellemnek is segít, hogy megéri belevágni, az. Az nem a sajátunk, és azt hiszem, hogy a kockázatvállási kedvet ez is visszaveti. Tehát az a helyzet, hogy ezen sokat kell dolgoznunk. Lassan, de biztosan dolgoztok ezen. Miért rátérünk majd arra is, hogy milyen eszközökkel segítitek ennek a trendnek a megfordulását, de miért van szükség erre? Én azt gondolom, hogy egy jövőképes ország az nagyon jelentős részben alapszik egy magabíró középosztályon, és a magabíró a sorsa fölött rendelkezni tudó középosztály, az pedig dominánsan saját cégeket, saját vállalkozásokat tulajdonló emberekből áll. Ez a fajta középosztály Magyarországon csak nyomokban létezik. A létező részével is vannak kihívások, vannak problémák. Erről érdemes talán beszélni, hogy például a német Magyarországon gyártó német autóipari cégek magyar beszállítói, akiket sokszor emlegetünk, mint a nagy hozzáadott értéket képviselő cégeket, sok esetben szintén azért nem vágnak bele mondjuk saját termékek fejlesztésébe, a német szabványok gyártása mellett, vagy adott esetben helyett, mert ez a vállalkozó szellem kevésbé van meg bennük, vagy a kockázatvállalási kedv, vagy úgy érzik, hogy annak a feltételé kevésbé adottak. Tehát a meglévő vállalkozói réteg is igényel törődést, igényel támogatást, ugye ezen dolgozik azért számos programmal az innovációs tárca. De azt gondolom, hogy a, a, a általánosságban is a jövőképünknek egy fontos része kell, hogy legyen, hogy új vállalkozások szülessenek, mert az egy erős középosztályt jelent, egy erős középosztály, pedig egy strappabíró intellektuálisan is, szellemileg is, és gazdaságilag is ütésálló közösséget jelent. Ennek szerintem a vállalkozók fontos részei ez hogy járul hozzá a Design Terminál? 2014 óta foglalkozunk induló vállalkozások mentorálásával, mi kifejezetten technológiai vállalkozások támogatásával, felkarolásával, mentorálásával foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy gyorsan növekvő, gyors növekedésre képes, és alapvetően a nemzetközi piacra igyekvő, ugye nagy piacra, nem a viszonylag szűk magyar piacra, hanem a nemzetközi piacra igyekvő vállalkozásokat segítünk a, az ötletfázistól a nemzetközi piacra vépésig eljutni. Elég komoly feltételei vannak annak, hogy foglalkozunk egy vállalkozással, mindenek előtt nem ötletgazdákat segítünk, hanem csapatokat. Tehát magányos ötletgazdák, ami mentor programunkban nem kerülhetnek be, egészen egyszerűen azért, mert tízből tíz példa azt igazolja, hogy alapvetően csapatban lehet nemzetközi szinten sikert elérni, ahol többféle tudás is megjelenik egy cég vezetésében nem csak a termékfejlesztő, hanem a marketinges is, nem csak a marketinges, hanem a jogi is, és van egy vezetői tudás is, ami szükségeltetik szervezetfejlesztési képesség. Szóval többféle alapítóra van szükség egy sikeres csapathoz, és még egy közepes ötletből is lehet nagy nemzetközi siker jó csapattal, viszont a legkiválóbb ötletből sem lesz az gyenge csapattal, vagy rosszul összerakott alapítói Körre. Pontosan ezért mi csapatokkal foglalkozunk, és amit mi csinálunk, az igazából nem a technológiai fejlesztése egy cégnek, hanem a humán fejlesztése. Úgy szoktuk mondani, hogy innovációs bajnokokat nevelünk, erősítünk, képzünk, és az ő vezetői képességeiket erősítjük, meg ahhoz, hogy nemzetközi sztorit tudjanak építeni az ötletükből. Megjelenhetnek azért bullshit témák is vállalkozások terén. Még itt a belépési küszöbnél maradva, hogyan szűritek ki őket? Nekünk gyakorlatilag hétkörös kiválasztásunk van, ami nemzetközi összevetésben is az egyik legaprólékosabb kiválasztás, ami a mentor programunkat illeti. Összehasonlításul a legtöbb hozzánk hasonló ügynökség a nemzetközi piacon egy videó kiválasztás útján szűri a hozzá bekerülő mentoráltakat mi csak a legelső körben hagyatkozunk videós beszélgetésekre. El is visszük a legjobbnak tűnő csapatokat egy kiválasztási táborba, ahol a mentoraink, a szakembereink már közösen töltenek velük időt, és azt is nézzük, hogy amellett, hogy a mi szakembereinktől hajlandóak-e tanulni. Amellett egyébként egymás felé is elég nyitottak-e, hiszen a mi programunknak egy fontos értéke, hogy a résztvevő cégek, és nincsenek sokan, mert minden szemeszterben csak tizet választunk ki, azok egymástól is tanulnak. És nagyon sokszor legalább annyit, mint maguktól a mentoroktól. Most a tanulási vágy, a tanulásra való nyitottság az egy igazi komoly szűrőfeltétel, és egy küszöbb a, a cégek esetében, mert nagyon sokan annyira szerelmesek az ötletükbe, hogy nem tudják elképzelni, hogy még azt sem, hogy e, igazán újat tudnánk mondani nekik, azt meg pláne nem, hogy lehet, hogy változtatni kell rajta. És ez a három hónapos program minden tavasszal és össze, ez nagyon sokszor drámai e, végkifejlethez vezet egy, -egy cég életébe, mert kiderülhet az, hogy igen, az eredeti ötlet nem rossz, de egészen máshogy kell megvalósítani. Vagy az a technológia, e, amit hoztatok, az, ami egész másra jó, nem arra, amire te eredetileg gondoltad. És ilyenkor képesnek kell lenni arra, hogy elengedjen az ember egy olyan ötletet, egy olyan koncepciót, amiben valójában már szerelmes volt. És ez is egy képesség, ami nagyon kevesekben van meg. Alapvetően pont azért a személyiségeket nézzük, és azt keresjük, és az alapján válogatunk. Nem az ötlet a legfontosabb, hanem az, hogy milyen humán komponensek vannak meg a cég alapítók körében. És így az elmúlt közel hét évből tudnál-e nagy sikersztorikat említeni néhány példát? Nem tudom, hogy fogunk-e még a későbbiekben beszélni ilyen ágazati programokról, mert a Design Terminálnak vannak iparági programjai is. A hozzám legközelebb álló az az agrárinnovációs programunk. A kifejezetten a mezőgazdaság megújításán dolgozó startup cégekkel is foglalkozunk, és ezek a cégek másfél éve indult ez a programunk, közösen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Ez a programunk ez mostanra oda jutott, hogy egy milliárd forintot is közelíti az, hogy mennyi befektetést kaptak. Ilyen rövid idő alatt már ezek a vállalkozások. Egy startup életében az első igazán komoly visszajelzés az az, hogy tudnak-e hinni benne a befektetők, hogy meglátják -e benne a fantáziát, a perspektívát azok, akik igazán értenek egy iparához. És a mi mentorált cégeinkről úgy néz ki, hogy, hogy nagyon jó véleménnyel vannak a befektetők, és ez azért jó, meg azért izgalmas, mert ezeket a cégeket a befektetőktől érkező pénz a következő szintre tudja juttatni, fel tudják skálázni mi úgy mondjuk a tevékenységüket, az azt jelenti, hogy a termékük, a szolgáltatások fejlesztésére fel tudnak venni új és tényleg jó munkaerőt, tesztelni tudják, el tudják vinni külföldi piacokra, és egyáltalán időt és kapacitást nyernek ahhoz, hogy. Kis cégből közepes cégé váljanak. És a mi cégünkben általában hisznek a befektetők. Van egy szám, amit nagyon szeretünk mondani, mert komoly mérőszámnak tekintjük. Az általunk mentorált startup cégek két évvel a programunk után 90%-ban léteznek és működnek még. Ez azért nagyon fontos, mert a startup cégeknél van egy úgynevezett Halálvölgye életszakasz. Az indulás után pár hónappal, egy-két évvel bekövetkező szakasz, amikor a legtöbb cég elhullik. Vagy az alapítói csapat nem tud együtt maradni, vagy az ötletől derül ki, hogy nem működőképes, vagy elrontanak valamit. És ez a 90 os arány, ez a hozzánk hasonló tehetséggondozó műhelyek körében, akiknek ilyen profilja van, mint, mint, nekünk, ez, ez kimagasló jónak mondható. Ha áttérünk a Design Terminálor, a Brain Bar jövő fesztiválra, kicsit mesélj erről kérlek, hogy ennek mi a lényege, és idén hogy készültök, milyen rendezvényekkel? A Brain Bar egy jövő fesztivál, amit öt éve hoztunk létre, és az a célja, hogy a jövő legégetőbb, legnehezebb, legérdekesebb, leginspirálóbb kérdéseiről interaktív formában tudjanak beszélgetni a fiatalok olyan koponyákkal, olyan személyiségekkel, akik az adott témának, az adott kérdésnek a legnagyobb szaktekintélyei. Lehetnek tudósok, lehetnek feltalálók, üzletemberek, politikai vagy kulturális személyiségek, és hát világszerte legkülönbözőbb országokból, intézményektől, cégektől jönnek minden évben a Brainbar előadni, és tényleg a mi eseményünket nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy TED konferenciát, ahol felfárad az előadó a színpadra, elmond egy frappáns, jól összerakott beszédet, aztán távozik, és megkapja az őt megillető tapsot, hanem nekünk ilyen talk szerű vagy ilyen quiz szerű formátumaink vannak, amiket kifejezetten a Brainbar maga fejlesztett ki, ezek a nemzetközi rendezvény világban is teljesen egyedinek számítanak, és arról szólnak, hogy a közönség is részt tudjon venni ott helyben, a vitákban ki tudjon menni a színpadra, kérdezni tudjon, úgymond intellektuális kihívást tudjon intézni. Még akár egy nagyon elismert, nagyon okos, nagyon híres ember felé is. Például? Hát ugye Jordan Peterson itt járt nálunk két évvel ezelőtt, ő is a fesztiválozókkal beszélgetett, vitatkozott a színpadon, sőt még terápiát is nyújtott nekik pszichiáterként annak idején, de ugyanez elmondható például Szófia robot esetében is, aki a világ leghíresebb robotja, emberszabású robotja, és a, itt azért komoly kihívások elé állították őt a, a budapesti egyetemisták, szóval fontosnak tartjuk azt. Hogy, hogy, hogy egyrészt életre szóló élményeket szerezzen a közönségünk, Másrészt, hogy valami más csináljunk, valamit máshogy csináljunk a többi ilyen ötletfesztiválhoz, meg pláne a konferenciák világához képest. És azt hiszem, hogy ebben most már azért elég rutinosak vagyunk. Nyilván a koronavírus idején kicsit minden más. A 20-as tavalyi fesztiválunk az online térben zajlott, de nagyon szép eredményeket értünk el. Elérés tekintetében száz országból figyeltek minket több tízezer ember. Egyébként, amikor legutoljára fizikai rendezvényt tartottunk, akkor 90 országból voltak látogatók a Brémbáron 2019-ben, összesen több mint 15 ezeren. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a maga területén az ország imáshoz, és Budapest reputációjához is ezenben a szellemi világban, vagy ezen a szellemi piacon igyekszünk hozzájárulni. És hát az idei év egy nagy kérdés. Ha tippelni kéne, akkor azt mondom, hogy idén hibrid eseményünk lesz. Lesz fizikai része is, és lesz online része is, de még alakulhat úgy, és hát reménykedjünk, hogy, hogy egy hagyományos klasszikus fesztivál biztosító fizikai eseményt is meg tudunk valósítani. A globális szintéről érkeznek ide vendégek, de ti mégis fontosnak tartjátok a patrióta szellemiséget, ami egy pontja a mentor programotoknak is. Miért? Hát én azt gondolom, hogy olyasmiről beszélünk, ami akár csak néhány évtizede is evidencia lett volna egy normális országban. Elég egy demokrata. Elnököt John Kennedy-t idéznem, aki ugye azt mondta, hogy ne azt kérdezt, hogy mit tehet érted az országot, hanem hogy te mit tehetsz az országodért. Szerintem ez annyira alapvető, hogy még, még érvelni is nehezemre esik mellette. Azt gondolom, hogy mindenki abban érdekelt, hogy ezt a szegletét a világnak úgy rendezzük be, hogy otthonos legyen, és hogy törődést meg gondoskodást sugározzon és ezért mindenki tehet valamit a maga helyén. Tehát mi a, a, saját kezdeményezéseink tekintetében sose gondolkodtunk másként, e, sose gondoltunk rájuk máshogy, mint hogy ezek is egy-egy építőkockák az ország jövője szempontjából, a Brain Bar hozzáad valamit Magyarországhoz, a Design Terminál Tehetséggondozó Programja hozzáad valamit az országhoz. Ha nem lenne ilyen dimenziója ezeknek a munkáknak, akkor szerintem nem csak engem, Érdekelnének jóval kevésbé, vagy motiválnának kevésbé, de a kollégáim se tudnának ilyen elkötelezetten dolgozni értük. Ez egy, ez egy fontos uh, spirituális dimenziója, úgymond, annak, a, amit csinálunk. Ebbe hogy illeszkedik a Datapolis? Ez pontosan mit jelent? A Datapolis egy új saját startup vállalkozásunk, amit tavaly ősszel indítottunk, Barabási Albert László, erdélyi uh, származású, uh, világhírű magyar kutatóval barátommal és egy fontos példaképemmel. Önmagában is egy komoly tisztesség az, hogy közös vállalkozást indíthattam vele. De egyébként a témája is izgalmassá teszi. Ez egy olyan vállalkozás, ami megpróbálja megjósolni, hogy egy város szöveten, egy nagyvároson belül, hol milyen szolgáltatás lesz sikeres a jövőben és ezáltal, ugye adatok segítségével, és ezáltal olyan tanácsokat tud adni, olyan irányokat tud mutatni városfejlesztéshez, ingatlanfejlesztőknek, városok vezetőinek, vagy akár, <coughs> vagy akár városlakóknak, akik lakást vagy üzlethelységet keresnek maguknak, ami mentén a döntéseik jobbak, okosabbak, bölcsebbek lesznek. Ugye a 21. század az urbanizáció évszázada, hetente milliós számú ember érkezik városokba világszerte új lakóként, új városlakóként. És ez komoly kihívásokat jelent. A várospolitikai döntéseknek, a városfejlesztésnek, legyenek azok üzleti vagy politikai döntések, a hatása az évtizedekre kihat egy városban, hogy ezek jó minőségű döntések legyenek, ahhoz érdemes az adatokat figyelembe venni. Valójában mit szeretnek az emberek? Valójában hol szeretnek vásárolni, rekreációs, oktatási vagy egészségügyi szolgáltatásokat e, igénybe venni? Hol hiányoznak ezek a szolgáltatások? Hol lenne értelme fejleszteni olyan városközpontokat, ami miatt mondjuk a helyieknek nem kell esetleg olyan nagy távolsághoz megtenni? Ezek mind mindennapi városfejlesztési kérdések, és ezekben tudunk majd ezzel a vállalkozással a jövőben segíteni. Most fejlesztjük a saját módszertanunkat, fejlesztjük a saját termékünket, és abban bízom, hogy néhány év múlva ez egy komoly sikertörténet lehet cél az, hogy globális szintéren is egy jelentős vállalkozásra váljon? Igen, a startupoknál ez elengedhetetlen. Tehát a startupok ugye digitális megoldásokat fejlesztenek, és attól startup a startup, hogy skálázni tudja a tevékenységét, azaz nem kell neki megtiszterezni az erőforrás, meg a csapat méretét ahhoz, hogy megtiszterezze a felhasználóinak a számát, hanem tud azon, hogy ugyanannyi erőforrással ki tud szolgálni tíz vagy akár százszor több felhasználót is. A Datapolisnál is ez a gyors növekedés a cél. Eleve a nemzetközi piacra hoztuk létre ezt a vállalkozást, és most egy év után optimistálni és derülátóan keressük a, a, a befektetőnket a következő időszakra. Énről szép sorban haladunk, úgyhogy át is térhetnénk egy kicsit a Moméra, hiszen az is egy nagyon izgalmas történet. Ez a sokat vitatott modellváltás, ez, ez hogy zajlott le a Mohóly Nagy Művészeti Egyetemen, miket tapasztalsz? A Momé egy kivételes szereplő ebben a történetben, mert valamikor a 2000-es évek közepén már megszületett az egyetem közösségén belül az az ambíció, hogy meg kéne találni az új működési modellt tehát ezt nem kívülről mondta, sugalta bárki is az egyetemnek, és nem más egyetemnél láttak egy mintát, amit után ők is kezdeményeztek a saját maguk esetében, hanem a MOME maga kezdeményezte ezt. És annak idején, amikor először előállt ez az egyetem ezzel a tervel, ezzel az ötlettel a fenntartó, a minisztérium felé, akkor csitították őket, hogy ezt egy kicsit túl bátor, nézzük meg, hogy van-e még igény hasonló modellváltásra az oktatási világban. És akkor volt végül erre lehetőség, ez tavaly augusztus, akkor jöhetett létre, történhetett meg a modellváltás jogi technika értelmben, amikor ehhez már mások is csatlakoztak. Úgyhogy a momén volt egy belső igény, és volt egy hosszú előkészítés, egy építkezés ehhez. Ennek vannak nagyon fontos aspektusai a munkavállalók tekintetében. Például itt a, a MOME közössége, a MOME munkavállalói nagyon nagy többségben támogatták a modellváltást, az egyetem vezetése pedig megkínálta őket egy kollektív szerződéssel, ami azt jelenti, hogy egy egységfront volt a változás mellett az egyetemen, és én egy ilyen értelemben egy ideális helyzetbe érkeztem meg kuratóriumi elnökként tavaly nyáron, és volt egy olyan támogatottsága a megújulásnak, amit már Idézőjelbe teszem, csak tartalommal kellett feltölteni, hogy pontosan mit ambicionálunk, pontosan mire akarjuk használni a MOMA esetében ezt a modellváltást. Ezen dolgozunk most, hogy, hogy izgalmas és perspektívikus tartalmal töltsük meg ezt a lehetőséget. A te feladatod egy jó intézménynek a kiépítése? Hogyan kell ezt csinálni? Az intézményépítése szerintem fantasztikusan izgalmas feladat. Én valahogy úgy szerettem látni ezt, mint egy asztalos munkát, egy, egy mestermunkát, amin sokat és nagy türelemmel kell dolgozni, és minden egyes részletre oda kell figyelni, hogy a végén tényleg tökéletes legyen. Az első évben, tehát tavaly nyártól idén nyárig én a működtetésnek a reformjával foglalkozom, ez azt jelenti, hogy a gazdálkodást állítjuk át egy állami logikájú gazdálkodásról, egy üzleti tervezési típusú gazdálkodásra. Létrehoztunk egy pályázati irodát, ami korábbiaknál sokkal sokkal több és komolyabb uniós forrás szeretne behozni a Moméra pályázatok formájában. Megújítjuk a brandet, nemzetközi brand kommunikációs irodát hoztunk létre sokkal-sokkal tudatosabban állunk a humán erőforráshoz, leigazoltuk az egyetem első HR igazgatóját, és piaci mintára egy profi HR-es rendszert, belső folyamatokat alakítunk ki, és megújítjuk az egyetem kutatásfejlesztési központját is. Ugye talán kevesen tudják azt, hogy ez ez egy művészeti egyetem, de azért azon belül kifejezetten erős itt az alkalmazott művészeti képzés, azok a kreatív területek, amik a piacon, az iparban is hasznosítotok. például a járműtervezés nagyon ismert és híres, a Momén 20 éve dolgoznak fiatal járműtervező tehetségek együtt a mercedes benz -el a jövő autóin, de nagyon erős például az ökológiai szemlélet, a, a klímaváltozásról a felkészüléshez kapcsolódó design ötletek, megoldásoknak a, 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 a tárháza, ez az egyetem, és hát sorolhatnánk a formatervezést, és a, a, a fenntartatóságnak és a divattervezésnek a kapcsolatát. Számos olyan téma van, ami nagyon 21. századi. És az innovációs központ pont ezért nem csak a magyar viszonylatban lesz egy egyedi izgalmas hely, hanem azt hiszem, hogy nemzetközi szinten is egy egyedi ízt és egy egyedi profil tud majd képviselni. És azt hiszem, hogy ennek a megújítása nagyon markáns pontja ennek a modellváltásnak. Nemzetközi pályázatot írtunk ki az élére, 160 komoly innovációs vezető jelentkezett öt kontinensről. Szóval azt lehet mondani, hogy Budapest és a momá egy jó reklám, Márma is. És teljesen újra is definiáljuk ezt a kutatásfejlesztési tevékenységet. És a második évtől, tehát idén nyártól kezdve fogunk elkezdeni a, az alap tevékenysége az oktatásnak a megújításával foglalkozni. Hogy olyan kreatív készségeket, olyan kreatív perspektívát és konkrét tudást kínáljon ez az egyetem a diákoknak, amik mentén valóságá válhat az, amit mindig szeretünk gondolni, hinni és mondani Magyarországra, hogy mi a kreatív ország vagyunk. És a Momének egy fontos katalizátor szerepet kell játszania abban, hogy a magyar gazdaságban a magas hozzáadott értékű munkahelyek dominálnak. Nem csak azt mondhassuk majd el a jövőben, hogy made in Hungary, hanem azt is, hogy designed in Hungary, hogy egy szellemi invenció áll mögött, ami itt született Magyarországon. És nagyon fontos, hogy a design az nem csak arról szól, sőt, elsősorban nem arról szól, hogy hogyan néz ki valami, hanem arról, szól, hogy hogyan működik. Tehát gyakorlatilag az egész tervezői gondolkodás az a magyar gazdaságban terjedjen el, és ez vezet majd több magyar termékhez, több szellemi termékhez, de több kézzelfogható termékhez, szellemi tulajdonhoz is. És azt gondoljuk, hogy sokkal ütésállóbb is lesz a gazdaság, ha az ilyen típusú pozíciók, ilyen típusú munkahelyekből sokkal több lesz a kreativitásban és innovációban szerinted inkább a generalistáké, vagy inkább a specialistáké a jövő? Ez az ellentét pár, ugye egy friss bestsellerből származik. Írtam egy könyvrecenziót nemrégiben a Range című könyvről, ami arról szól, hogy bár a mítosz az, hogy a XXI. században a legjobb, hogyha te valami nagyon szűk szakterületben mélyedsz el, valójában az ilyen reneszánsz típusú embereké ez az évszázad, mert annyira komplex lett a világ, hogy az összefüggéseket átlátni az az igazi megkülönböztető képesség és készség. Én azt hiszem, hogy mind a kettőre szükség van. Hogyha visszatérünk a beszélgetés elejéhez, mondjuk egy startup vállalkozáshoz, a vezetőnek, aki viszi a hátán a csapatot, aki víziót alkot, ki átlátja, hogy egy iparágban milyen trendek vannak. És hol van hely, hol van tér egy új megoldásra, egy új technológiára, kifejezetten generalistának kell lennie. Viszont annak a technológiának, amit az a cég a napvégén értékesít, annak, egy nagyon szűk területen kell, egy kicsivel jobbnak lennie a már létező megoldásoknál. És ahhoz meg specialisták kellnek. Szóval két típusú, embernek az együttműködése alkot általában egy sikeres csapatot. Pozíciója válogatja, hogy hol mire van szükség. A vezetői szinteken szerintem generalistákra, és a technikai szinteken pedig alapvetően specialistákra. Te inkább generalista vagy, vagy specialista? Mindenképpen az előbbi, azt hiszem. A Mandinerem könyvajánlókat írsz, hát rendszerességgel honnan jött ez az ötlet? Ez Matolcsi Györgytől származik, aki valamikor a 2000-es évek elején vitt egy hasonló ravatot az akkori heti válaszban. Senki nem hitte hogy ő tényleg elolvassa ezeket a könyveket. Minden héten egy közgazdasági könyvről írt recenziót, és én akkor gyakornokként mellette dolgoztam, és pontosan tudtam azt, hogy ő ezeket tényleg elolvassa. És hogy ezt lehet. Ebben a műfajban, ami ez a non-fiction műfaj, tudományos könyvek, és közéleti irodalom, ebben legalábbis lehet. Szép irodalomban nem érdemes kapkodva olvasni, de a non-fictionben a legtöbb könyv ugyanarra a sémára épül, hamar kiismerhetők, és alapvetően néhány óra alatt végig lehet menni egy kövön, hogyha az embernek megvan a kellő rutinja. Ez a rovat aztán megszűnt, és szerintem hagyott egy űrt maga után, és arra gondoltam 2000 19 ben hogy amikor elindult a print Mandinár, hogy itt az idő ezt a rovatot, ennek a rovatnak a szellemiségét újra éleszteni, és ezzel az ambícióval vágtam bele, hogyha nem is lesz olyan jó rovatom, mint, ami, mint amit én annak idén a heti válaszban olvastam minden héten, de megpróbálom pótolni azt, a, azt az űrt, amit hagyott maga után. És most már annyira fontos része ez az életemnek, ez a nagyüzemi olvasás, meg a könyvek feldolgozása, hogy nehezen is tudok lemondani róla, úgyhogy az első év után, mert egy évre terveztem ezt a rovatot, azt mondtam a szerkesztőknek, hogy még egy évet mindenképpen szívesen megcsinálok. Ahogy egyre több könyvbe ásod bele magadat, nem jön egy olyan érzésed, hogy az élet véges a tudomány megvégtelen? Nem. Hogy tudod összeegyeztetni ezt a rengeteg feladatot és tevékenységet, amit csinálsz? És arra is kíváncsi lennék egyúttal, hogy mi az, ami rajtad kívül ezeket összeköti, és van-e kedvenced. Én nagyon szeretek struktúrálni. Tehát fejben is, meg gyakorlatban a mindennapokban is. Nagyon érdekelnek a struktúrák. A hálózatelmélet, meg például Barabási Albert László kutatási területe annak idején még diákként azért kezdett el nagyon érdekelni, mert a struktúrákról szól. És szerintem a mai világban nagyon megkönnyíti az ember életét az, hogyha valahogy rendet tud rakni, és egy nagy képet össze tud rakni a mozaikokból a fejében. Sokszor egymásnak ellentmondónak tűnő információ vélemény között. És azt hiszem, hogy én ezt nem csak élvezem, hanem, hanem helyek közel jó is vagyok benne. És az, hogy sok mindent tudok egyszerre csinálni, az annak köszönhető, hogy, hogy elég struktúráltan élek és dolgozom, megvan mindennek a helye. Természetesen hagyok helyet ezen belül a spontanitásnak is, és a véletlenszerűségnek is, mert anélkül az ember talán felásultálna, de a feladatoknak a fix feladatoknak fix helye van és nem nagyon hagyom azt, hogy az felrúgja semmilyen külső erő, hogy a maguk helyén az életben ott legyen rájuk a dedikált idő meg a dedikált figyelem. Nincs kedvencem, mert ezek a feladatok az én fejemben, vagy az én szívemben nem igazából különálló munkák, hanem ezek összefüggnek, és valahol arról szólnak, hogy, hogy egy értelmes országot építsünk, és a hozzáadott értéket azt erősítsük Magyarországon, és magam igen szerény léptékű eszközével, de hozzájáruljak ahhoz, hogy jó munkahelyek legyenek, elérhetőek a fiataloknak. Fontos témákról jó színvonalú viták és beszélgetések zajlanak. És aki ambiciózus fiatal, az kapjon támogatást, segítséget, lehetőséget a kibontakozáshoz, mindegyik erről szól. A MOME is erről szól, a Design is, a Brainbar is erről szól. Szóval az az igazság, hogy ezek összefüggnek és egy, egy misszióban csoportosulnak és abban nagyon hiszek, ezért nekem ez igazán nem is munka, hanem e, azt csinálom, hogy szeretek. Így legyen, nagyon sok sikert kívánunk hozzá a továbbiakban is. Köszönöm, hogy beszélgetettünk. Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalát, a reaktor Facebook oldalát. A podcasteket pedig meghallgathatjátok Spotify-on, Apple podcasten és YouTube-on is. Sziasztok!